Minden évben május 9-én ünnepeljük meg az Európa napot, melynek középpontjában az európai béke és az egység áll. Ez a nap a történelmi jelentőségű Schuman nyilatkozat évfordulója. Ebben a nyilatkozatban ugyanis Robert Schuman, francia külügyminiszter új politikai együttműködést vázolt fel Európa számára annak érdekében, hogy a kontinens országai között soha többé ne robbanjon ki háború. Robert Schuman nyilatkozatát tekintjük az Európai Unió kialakulásához vezető út kezdetének. A város több helyszínén szervezett közös tiszteletadást Székesfehérvár önkormányzata és a Fehérvár megyei önkormányzat. A béketéri orosz katona temetőben és a Szentlélek temetőben Viza Attila közbiztonsági tanácsnok önkormányzati képviselő, Pálfi Károly a Fehérvár megyei közgyűlés alelnöke és Kása István ezredes, a Magyar Honvédség Nagy Sándor József 51. híradó és vezetésbiztosító dandárparancsnoka helyeztek el virágot. A Városház téren Kása István ezredes mellett Cserpalkovics András polgármester, Molnár Krisztián a Fehérvár megyei közgyűlés elnöke, Törő Gábor országgyűlési képviselő, valamint a Fehérvár megyei kormányhivatal képviseletében Tanárki Gábor főispán, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Fehérvári Ellenzék képviselői rótták le tiszteletüket.